33 milliárd forintos útfelújítás indul országszerte. Csaknem 300 helyen több mint 520 kilométernyi útszakasz újul meg, főleg olyanok, amelyek rendkívül kritikus állapotban vannak. Ezt az infrastruktúráért felelős államtitkár jelentette be Leányfalun. Völner Pál azt mondta, főként nyomvájukat és a felületi egyenetlenségeket szüntetik meg. Alig lehet közlekedni, utána meg az autókat lehet vinni egyfolytába szervizbe, szerelőhöz. Így nézett ki ez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei útszakasz a nyáron. A megyei útügyi megbízott bele is feküdt egy kátyúba, hogy érzékeltesse a gödrök nagyságát. Hamarosan több mint 5000 kilométeren újul meg az úthálózat országszerte. Az állam 33 milliárd forintot költ a fejlesztésre. Főként a főutakon cserélik ki az útburkolatot, de az alsóbrendű utak közül is sokat felújítanak. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár azt mondta, olyan szakaszokat tesznek most rendbe, amelyekre eddig nem volt pénz. 287 helyen tudunk beavatkozni a legkritikusabb szakaszokon, ahol a legnagyobbak a nyomvájuk, a legnagyobbak a felügyeleti egyenletlenségek. Ez azt jelenti, hogy a közlekedés biztonsági szempontból már régóta indokolt beavatkozásokat végzünk el. Csak Pest megyében 40 kilométernyi útszakasz újul meg. Egyebek mellett Nagykőrös, Monor, Zsámbék, Válzduka és Budakeszi környékén. A 11-es főúton felújítják azt az útszakaszt is, amelyet a legutóbbi árvízkor teljesen elöntött a víz. Ez az útszakasz például, ami itt van, még pár hónappal ezelőtt víz alatt állt, az árvíz során elöntötte az ár, ezért a szerkezete megrozzant, és ezért ki kell cserélni ezt a szakaszt, és azt gondoltuk, hogy ha már úgyis hozzá kell nyúlni az úthoz, akkor egy hosszabb szakaszt, egy közel 4 kilométeres szakaszt fogunk felújítani. A tervek szerint a program részeként kezdett útfelújításokat tavaszra be is fejezik.